Ünnepi ebéddel és élelmiszerosztással várták a hátrányos helyzetű gyerekeket és családokat Budapesten. Több mint 1000 ember kapott 11 tonna tartós élelmiszert karácsony előtt. A rászoruló gyerekek mostantól már a téli szünetben is kapnak melegételt az önkormányzatoktól. Folyamatosan adták egymásnak a kilincset az emberek ebben a 8. kerületi irodában. 11 tonna tartós élelmiszert osztottak szét a rászoruló családoknak. Nekem nagyon sokat jelent, mert egyedül nevelem a kislányomat, úgyhogy ez most nekem nagyon jól jött. Kettőnk a feleségemmel, rokkan nyugdíjasok vagyunk, és örülünk ennek, és egy kaptuk. Aktív külellátásban részesülök, 22.800-ból élek. Többek között liszt, cukor, konzervek és vitaminok voltak a csomagban. 1200 családnak jutott az egyik nagyvállalat felajánlásából. Alapítványukat ebben az évben hozták létre. Azt mondják, ez egy nagy mérföldkő az életükben, és erre buzdítják a többi nagyvállalatot is. Próbáljuk boldogabbá, szebbé tenni ezt az ünnepet a hátrányos helyzetű családoknak, gyermekeknek. Alapvetően a cél a mosolygó gyermekek. És bízom benne, hogy azok az emberek, akik az üzleti életben is sikeressé válnak, próbálnak a társadalmi felelősségvállalásban is részt venni. Mi ezt tesszük. Befogadtak minket. Ez már az egyik budai étterem. A Baptista Szeretett Szolgálat szervezésében kisgyerekeket hívtak meg egy háromfogásos ebédre. Többen közülük még sohasem voltak étteremben. 20 gyereket hoztunk, akik árva gyereket vannak köztük, van, aki nevelőszülőktől, vagy nevelőszülőknél vannak, még hátrányos helyzetű családok. Az ebéd mellett a Szeretett Szolgálat cipős doboz akciójából is jutott mindannyiuknak egy csomag. Ez egy 6 éves. A te szó. Én 6 és fél vagyok. Ők pedig már a Kozma család Debrecenben. Ők is segítségre szorulnak. 180 ezer forint a jövedelmük, amiből 140 ezer forint elmegy az albérletre és a rezsire. A maradék 40 ezer forintból kell a 6 fős családnak megélnie. Nagyon-nagyon ki vagyok már. Tehát nagyon nehéz nemet mondani a gyerekeknek. Főleg ilyenkor karácsony. Kozmáék a most már téli szünetben is járó önkormányzati gyermekétkeztetést veszik igénybe. Hát én nekem világmegváltás, mert nagyon örültünk neki. Én még az őszi szünetben is igénybe vettem azt a 3 napot. Sajnos olyan anyagi körülmények között vagyunk, hogy nem igazán tudunk hetente 2-szer főzni. A kormány döntése értelmében mostantól az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk nem csak a nyári, hanem minden iskolai szünetben a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről. Erre országszerte 208 000 gyermek jogosult.